Több mint 1 millió eurós büntetést és kártérítést kell fizetnie az IKEA-nak, határozott egy francia bíróság kedden. A svéd bútorvállalat a vád szerint szakszervezeti tagok, alkalmazottak és még panaszos vásárlók után is kémkedett Franciaországban. Az IKEA franciaországi leányvállalatának két volt igazgatóját pénzbüntetésre és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték az üggyel összefüggésben. A cég volt vezetői közül egyikük elismerte, hogy évente több mint 500 000 eurót szántak kémkedésre, és részben illegálisan beszerzett rendőrségi iratokból tájékozottak a számukra érdekes személyekről.